Sáskán nagy hagyománya van a falunapnak nyárderekán. Idén is lázas készülődés előzte meg, többek között a nyugdíjasok levendulás zsákokat készítettek a vendégek örömére. Sokan vettek részt a főzőversenyben, és a szórakoztató programok is nagy sikert arattak. Ünnepélyes keretek között átadták a Sáska településért kitüntetést, és díjazták azokat, akik virágosítják a portáikat. Hangulatos színpadi produkcióval indult a programok sora a délután folyamán, valóban síppal, dobbal és fergeteges jókedvel. Láthatóan már most nagyon sokan vannak a délután folyamán. Mi a titka a falunapnak? Miért érzik nagyon sokan, hogy itt van a helyük? Azok is, akik itt élnek, de szerintem másfelől is, máshonnan is jönnek vendégek. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy szerintem kis faluként egy természetes környezetben vagyunk. Tényleg nem akarunk nagyot álmodni, a műsort is úgy rakjuk össze, hogy minden korosztálynak legyen. Egy kis szórakozási lehetőség. Nem tudom, valamiben jók vagyunk, hogy valami tetszik nekik. Akik meg itt a közeli városokból, meg rokonok, ismerősök kijönnek, azok tényleg egy tartalmas baráti beszélgetéssel tudják zárni ezt a napot. Úgyhogy vannak itt olyan főzők, akik ide erre a napra csinálják meg a családi találkozójukat. Igazából szórakozást biztosítunk nekik. A főzésben serénykedők már birtokba vették a faluház előtti teret, gyakorlottan készítették az ételeket. Minden évben eljövünk, mert ez Sáskának a fő eseménye, és szeretünk itt lenni. És mit jelent nektek, fiataloknak, ez a közösség, a sáskai közösség, a közösséghez való tartozás? Hát nagyon jó egy közösséghez tartozni, és szeretjük a jó programokat, és ilyenkor együtt lehetünk, és ez nem mindig van így, hogy együtt tudunk lenni, és ilyenkor legalább mindenki megoldja, hogy biztos, hogy itt legyen. És szeretünk itt lenni, és szeretünk együtt főzni. Úgy érzékelem, hogy nem a program a fontos. Nem a program, hanem hogy együtt legyünk, és itt legyünk, és mindenki barátkozik. Például, aki nem ismert eddig itt senkit, az is már vagy 5 barátot szerzett, szóval szerintem ez a lényeg, ez a fontos. Lesz majd tánc is, itt is vannak a főszereplők, ám egyelőre még a főzéssel foglalatoskodnak. Tavalyi évben is nagy örömmel jöttünk a meghívásnak, szívesen fogadtuk el, és hát most az idei évben is újra lehetőség volt rá. Ráadásul egy műsorral is felkértek egy műsorra bennünket, és így összekötöttük a kellemest a hasznossal. Hogyan látja, mindig jó hangulatúak a sáskai napok. Mi lehet ennek a titka? Miért történik ez mindig így? Hát egy faluban mindig jó a közösség, itt főleg mindig jó szokott lenni, legalábbis ahogy én megismertem őket, és azt hiszem, hogy a polgármester úr is jól összefogja az embereket, hogy tényleg jól érezzék magukat itt. A program hivatalos megnyitóján a település polgármestere szólt a sikeres területrendezésről, melynek eredményeképpen építési telkek kialakítására lesz majd lehetőség, továbbá kiemelte, nagy reményekkel vannak a Magyar Falu program pályázata iránt, mely újabb fejlesztést hozhat a községbe. Jelen volt Sáska kiemelt ünnepén Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. Egy falunap mindig jó alkalom arra, hogy összegezzék az eredményeket, illetve hogy egyáltalán együtt legyenek egy kicsit a faluban élő emberek, illetve az ide látogatók, és én már tavaly is láttam, hogy Sáska egy igazán erős közösség, ahol a falunap sok embert tud megmozgatni, és jó hangulatot tud biztosítani. Most ennek a jó hangulatnak még az alapja is megvan, hiszen amit polgármester úr elmondott, Sáska egy fejlődő falu,
Az elkövetkező időszakban itt jelentős fejlesztések lesznek. Önök csak arra figyeljenek, hogy csupa jó ember tudjon itt vásárolni házat vagy telket, és csupa jó ember építkezzen itt, akik erősítik a közösséget, és nem pedig rombolják. De ami talán még ennél is fontosabb, bár már hajlamosak vagyunk elfelejteni a koronavírus járványt, és néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni a szomszédságunkban dúló háborúról is, de a legfontosabb minden fejlesztés mellett az, hogy béke és egészség legyen. Ha ez a kettő megvan, akkor nem lehet semmi olyan probléma, ami az útjába állhat egy közösség fejlődésének, úgyhogy én azt kívánom mára önöknek, hogy érezzék jól magukat a mai programon, a mai estén, az időjárás kitűnő, és az év többi napján is egészségben, békében és boldogságban éljenek. Hajrá, Sáska! Ezen az alkalmon került sor a Sáska településért érdemérem átadására. Idén Jehoda Istvánt tüntették ki a rangos díjjal a település fejlődése érdekében kifejtett aktív munkájáért. Évek óta díjazzák azokat a lakosokat, akik portáikat és a közterületeket virágosítják. Most is így történt, büszkén vették át az elismeréseket a szépítésben élenjárók. A szervezők a gyermekekre is gondoltak, jókora játszószigetet alakítottak ki, ahol minden mellett még a szalmabálákon való ugrálás is jó móka volt. Az is megszokott, hogy pásztorokat láthatunk a téren, akik jó ízű beszélgetéseket folytatnak. Én 44 éve pásztor vagyok. Még most is űzi ezt a mesterséget? Most is, igen. És most. Miért szereti ezt? Mi a jó ebben? Juhokat őriz? Igen. Az saját birkámat. Maga tarti juhász vagy 30 éve. A mi birkánkat őrizzük, és igazából nekem ez a hagyomány őrzéses pásztorkodás, ezt szeretnénk megmutatni, hogy van ennek szépsége is. Nem csak az, hogy minden nap dolgozunk. Egy ilyen rendezvény, ez egy szépsége a pásztorkodásnak. Megmutassuk, milyen botunk van, milyen ruhánk van, meg én egy ilyen hagyományőrző pásztor felszerelés gyűjtő vagyok. Tehát van 300 csengőm, 150 kolompom, egy 80-100 darab botom, bicskatokjaim, tehát mindent, ami pásztorkodásra kapcsolat, azt összegyűjtöttem. A délután folytatásaként további színes rendezvényekben lehetett része a szép számú közönségnek. Sáskán ismét beigazolódott, a közös programok, főzések, a hagyományok összekötik az itt élőket, és éltetik a kis közösséget, és ez kiválóan megmutatkozik a falunapon is. Thank you.